Szeretettel köszöntöm a sajtó, elektronikus és írott sajtó képviselőit. Szeretném bemutatni Török Iván, tiszteletbeli elnököt, a Magyar Mentálhigiénés Szövetség tiszteletbeli elnökét, aki a Lelki Megújulás Program előterjesztője volt. És azért indítom ezzel, mert az Itt az idő című dokumentumunkat is, melyet elfogadtunk, azzal egyen értékű és egyenrangú programot terjesztettek elő számunkra, és azt a döntést hoztuk, hogy a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal, amely 6. éve végzi tevékenységét, és tavaly elfogadta azt a programot, amelyet szeretne, hogy az új kormány végrehajtson, ehhez készítette el a Magyar Mentálhigiénés Szövetség azt a hiánypótló és nélkülözhetetlen, a magyar polgárok számára alap gondoskodást jelentő lelki megújulási programot, amely nélkül nem lehetne sikert elérni. Tájékoztatom önöket, hogy az újjá alakult parlamentben a parlamenti pártok vezetőinek, elnökeinek, dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, aki egyben a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal titkársági teendőit is ellátja. Írásban a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal alapító nyilatkozatának megfelelően azzal a hívószóval kereste meg őket, hogy hivatalból, idézőjelben, tagjaivá válnak a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalnak. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség ellenzéki pártként is és kormányzó pártként is részt vesz a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal munkájába, és soha nem fogjuk elfelejteni nekik, mi civilek, hogy több mint 50 képviselőjük vállalta ellenzéki minőségben, hogy a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal alkotóközössége által elkészített társadalmi egészségbiztosításra vonatkozó törvénytervezetet megpróbálták benyújtani az elmúlt ciklusban, de ez sajnos nem sikerült. A Jobbik képviseletében dr. Gyenes Géza doktor van jelen. A más ellenzéki pártok is kaptak meghívót, de nincsenek jelen. Bízunk abban, hogy idővel bekapcsolódnak a munkánkba. A mai ülésünkön egyhangú döntéssel felajánlottunk tagságot a Magyar Mentálhigiénés Szövetségnek, mert szeretnénk megvalósítani az egészség minden politikában célkitűzésünket. Ez az Európai Unióban egy elfogadott célkitűzés, és most próbálják az Európai Uniós intézményeknél ennek a koordinálását megteremteni. Mi, a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal alapító tagjai úgy érezzük, hogy a lelki egészség nélkül nem tudjuk a testi egészség programot megvalósítani. Éger István tartott az eddig, tehát a két kormányciklus egészségügyet érintő kormányzati intézkedéseinek a negatív hatásait bemutató összefoglalóról tartott tájékoztatást. Ezt azzal egészítettük ki, hogy az alapító szervezetek egy héten belül összeállítják a maguk területén tapasztalt negatívumokkal, amelyek a jövőre nézve részben korrigálandók, részben kikerülendők. Ez egy rendkívül értékes dokumentum, amely a civil szervezetek kérésére készült el korábban.